Jókai Mór az egyik regényének a bevezetésében azt írja, hogy egy nemzetet nem a sikerei, hanem a sorscsapások jellemeznek leginkább. Mert hát, hogy akkor mutatkozik meg mindaz, ami egy nemzetben szükséges. Összetartás, erő, kitartás, élni vágyás. Hát a magyar történelemben nekünk ebből bőven kijutott, Jókai sem véletlenül fogalmazott így. Bőven vannak olyan emlékeink, amikor a kudarcokkal kell szembenéznünk. És a történészben mindig felbozdul a kérdés, hogy mi okozta ezt a kudarcot? Nem lehet, hogy észerős, oly szent akarat. De akkor miért? Jelezte valami Trianont? Tehát már több mint egy évszázada vitatkozunk mi történészek azon, hogy mennyire törvényszerű Trianon. Mi okoztuk? Mások okozták? Nemzetközi bonyodalmak, ami miatt belefutunk Trianonba? Én három jelre hagy hívjam fel a figyelmet. Ezek közül talán kettő nagyon ismert, egy az talán kevésbé. Kossuth Lajos figyelmeztet. 1867 kiegyezés azt mondja a híres Kasszandra levélben, hogy a roskata korhat Habsburg monarchiának a megújuló Európában nincsen helye. És aki hozzáköti az ország sorsát, az majd szembesülni fog a tragédiával. Vitatkozunk ezen nagyon sokat, hogy Kossuth vajon előrelátott, vagy racionalista volt. Mi az, amit meglátott? Mi az, amire rájött? Ne feledjük el, hogy a Párizs környéki békéknek, amiben Trianonról is beszélnünk kell, két oldala van. A magyar királyság felbomlik, de Lengyelország ennek a békének köszönheti a létét. Az a Lengyelország, ahol az osztrák-magyar monarchia megszálló volt. A modern Lengyelország itt a Párizs környéki békékben születik. Talán erre utal Kossuth, hogy az osztrák-magyar monarchiának az éppen akkori Európában olyan szerepe van, ami nem vállalható? Második. Ünnepeltük a millenáris évfordulót. Ezer éve vagyunk Európában. 1890-es évek közepe, nagy gazdasági fellendülés, Budapest a millenniumi kiállítás lázában ég. Miközben Fiuméban százezrek szállnak hajóra, és vándorolnak ki Amerikába. Akkor ez mégsem olyan sikertörténet? Kitántorgott másfél millió emberünk. És ez a másfél millió ember nem hiányzott az első világháború csataterein? Ez a másfél millió ember nem hiányzott a munkahelyekről? Mi történt? Mi történt ezzel a másfél millió emberrel? Trianon előtt Kölcsey Ferenc azt írja, hogy szerte nézett és nem lelé honnyát a hazába. Ez a másfél millió ember szerte nézett és nem lelé honnyát a hazába? Vajon ez nem jel, hogy valami nem működik? Valami nem úgy működik, ahogy kellene. Van egy ország, mely büszke a történelmére, van egy ország, amelynek fantasztikus kultúrája van, fantasztikus történelmi múltja van, van egy ország, ahol a román nyelvű Bibliát egy magyar fejedelem fordítatja le, ahol az észak-magyarországi arisztokrácia egyaránt levelezik szlovákul és magyarul. És hirtelen ez a történelmi örökség a 19. század végére románokat, szlovákokat, magyarokat, szerbeket fog szembefordítani egymással. A harmadik példám egy különleges dolog. Az első világháború előtt vagyunk néhány évvel. Két magyar politikus a magyar párbajtörténelem leghosszabb párbaját vívja. 53 percig tart a párbaj. Ilyen nincs. Mindenki 5 percig, 10 percig párbajozik. De Károly Mihály és Tisza István 53 percig vívnak kardpárbajt. Károly nem adja föl, Tisza fölényesen győz, Károly több sebből, felületes és mélyebb vágásokkal együtt fogják levinni a vívóteremből, és még akkor sem akarja föladni. És itt közelegi a világháború, miközben két magyar politikus egymást aprítja. Hát hol van a nemzeti összetartozás?
Hagy idézzem meg, az én véleményem szerint a magyar keresztény politikai gondolkodás egyik legnagyobb alakjának néhány gondolatát és sorait. Eszterházy Móriczra szeretnék emlékezni. Arra az Eszterházy Móriczra, aki teljesen reménytelen helyzetben az 1916. augusztusi nagy román invázió után egyedül vállalta, hogy kormányt alakít Magyarországon. Ugye ez a román invázió volt az, ami a Tisza kormányt megbuktatja. Eszterházy Móriczra akkor nagyon fiatal, 30 éves. A magyar politikának két ilyen embere van az első világháború idején, Eszterházy Móriczra és a másik Bethlen István. Ők azok a két fiatal induló politikusok, akik egészen más vágányra akarták állítani az ország történelmét. Alkotmányjogi reform, választójog kiterjesztése, szociális reformok. Mert ők valamit megértettek abból, hogy másfél millió ember miért nem látta a helyét a hazában. Természetesen vagy nem természetesen, inkább sajnálatosan, az Eszterházy kormány nem lesz hosszú életű. Nem lehet tovább vinni, különösen háborús körülmények között, amikor a legelső feladat Erdély stabilizálása, hatalmas pusztítást hozott létre a román betörés. Gondoskodni kellett az ország védelméről, a felrobbantott hidak újjáépítéséről, ez mind a 30 éves Eszterházy Móriczra vállát nyomta, és közben ő alkotmányos reformot szeretett volna végrehajtani, mert csak abban látta az ország jövőjét, hogy kiterjesztett alkotmányos jogokkal a nemzetiség megtartható. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, a román ember nem fog a regátra szavazni, ahol nincsen választójoga, akkor, ha itt a Magyar Királyságon belül van választójoga. Érdekeltté tenni az ország állampolgárait az ország kormányzásában. De az akkor már nem sikerült. Eszterházy Móriczra volt az első, aki Tiszának hírt hoz a készülő tragédiáról. Ezt hagy olvassam föl, mert a forrás unikális. Én Eszterházy György segítségeként és szíves engedelmével kaptam meg ezt a ma is a családi, tehát nem országos levéltárban, hanem a családi levéltárban őrzött visszaemlékezést, amit Eszterházy Móriczra 1957-ben vetett papírra. 18 augusztusa, ez nem 20, még a tárgyalások is éppen, hogy elkészülnek. Augusztusban Prágában láttam Magyarország etnográfiai térképét. Azon körülbelül a későbbi trianoni határokat. Ezt közöltem vele is, mármint Tisza Istvánnal. Nevetséges, válaszolta, hisz akkor a végén még Geszt, ugye ez volt a birtoka, is Romániába esne. Hát Geszt nem került Romániába, de vele együtt az ország két harmad része, igen. Csak Szarajevóból való visszatérése 1918. szeptembere végén látott tisztán és helyesen, és ugye ez volt Tiszának az utolsó két hónapja, olyannyira, hogy ő volt az, aki 1918. október 16-án a ház nyílt ülésén kíméletlen igazság szeretetétől vezérelve azt a végzetes kijelentést tette, igazat adok Károlyi grófnak, a háborút elveszítettük. Ezen kijelentés egy olyan férfitől, aki mindig tántoríthatatlannak bizonyult, megsemmisítő hatással volt a frontra és a hátországra. Olyan dologgal kellett szembesülni, amit magyar politikus 1918-ban még rémálmaiban sem tudott elképzelni. Valahol itt indul az összeomlás, és innen rendkívül nehéz talpra állni. Eszterházy Móriczot elfbarátaival, értelmiségiekkel, politikusokkal együtt Sopron-Kőhidára deportálják. Majd onnan Mauthausenbe viszik. 1945 tavaszán amerikaiak fogják felszabadítani. Egy olyan hiteles politikusról van szó, aki nem csak 1918-ban, hanem 1945-ben is valahogy ráérez mindarra, amit tennünk kell. Hadd fejezzem be megemlékező gondolataimat az ő egyik nagyon fontos írásával. A Mauthausenből szabadult magyarok 10 parancsolatának az első parancsolatát szeretném felolvasni. Porszemek vagyunk, és mégis részt kell vennünk a munkában, amely porszemekből felépít egy romba dőlt hazát. Ez Eszterházy Móriczra legfontosabb üzenete. Kívánom mindannyiunknak,
hogy porszemek lehessünk ebben az országépítő munkában. Lehet-e érzelmek nélkül emlékeznünk nemzetünk történelmi eseményeire? Milyen lenne március 15 vagy október 23-a forradalmi lelkesedés nélkül? Október 6-a, november 4-e vagy június 4-e gyász nélkül? A történelmet érző emberek alkották, és egy nemzet, főleg saját nemzetünk múltját nem lehet a természettudományok szintjén csupán adathalmazként, összefüggésekként tényszerűen tárgyalni. A másik oldal, a tényszerű, így ítéli meg Trianont. Túl sok már a nemzeti ünnep megemlékezés. Minek még egy? Hiba volt 8 éve nemzeti emléknappá nyilvánítani ezt a napot. Annyi már a megemlékezés, hogy az emberek szóval már unják. Meg hát biztos, hogy ez ekkora trauma volt. Erre kutatások is vannak. Nem csak mesterségesen feldúzasztott valami, amit az akkori magyarok meg sem éreztek. Van olyan vélekedés is, mely szerint az osztrák-magyar monarchia, egyben Magyarország nemzetiségi, kisebbségi problémái Trianonnal megoldódtak. Tényszerű vélekedőknek tényszerű válasz az érzelmi oldalról. 1.700.000 szlovák cseh uralom alá, ugyanennyi horvát nemzetiségű szerb uralom alá került az új határok meghúzásával. És összesen 5.800.000 ember került úgy idegen uralom alá, hogy az uralkodó néppel még csak rokon nemzetiségűek sem voltak. Június 4-e nem a tények napja. Emlékezzünk ma méltósággal annak a sok millió magyarnak traumájáról, akik 1920. június 5-én reggel már nem szülőhazájukban ébredtek, hanem egy idegen állam területén. S halljuk meg búsimájukat. Boldog asszony anyánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél meg szegény magyarokról.